A béremeléseket felzabáló infláció és a fogyasztást terhelő magas adók, a szakértők szerint ez okozza, hogy a sereghajtó Bulgária után Magyarországon a legrosszabb az életszínvonal az Európai Unióban. A DK állami forrásokat csoportosítaná át, és pénzt juttatna a rászorulóknak. Pénteken sokan megfordultak a friss termékekért ezen a kőbányai piacon. Bár az infláció lassul, az élelmiszereknél ez alig érzékelhető. Olyannyira, hogy a magyar élelmiszerárak 2022-ben már elérték az uniós átlag 90%-át. Igaz, az éves keresetek mindössze az uniós átlag 38%-án állnak. Ugyancsak 2022-ben az egyfőre jutó fogyasztás az uniós átlag 72%-a volt Magyarországon. Romániában például ez 88%. A magyar életszínvonalnál csak a bolgár rosszabb az egész Európai Unióban. A GKI úgy látja, a kormány akkumulátor nagyhatalmi tervei nem segítik az életszínvonal emelését. A szakember szerint a közepesen fejlett országok ugyanis az oktatás és egészségügy fejlesztésével tudnak kitörni. Ez azt is jelentette, hogy képzettebb lett a munkaerő, ezért magasabb bért tudtak elérni, olyan munkahelyek jöttek az országba, mint például a Dél-Koreát tudnám említeni, amelyek sokkal jobban fizetnek, és emiatt az életszínvonal is emelkedik. Az alacsony életszínvonal egyik oka, hogy az infláció felfalta a béremelkedéseket. Ezt már a portfólió elemzője mondta Híradónknak. Hornyák József azt is hozzátette, az áfa és más fogyasztást terhelő adók is megterhelik a pénztárcákat. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az élelmiszer árak jelentős mértékben emelkedjenek, illetve hogy közelítsék az Európai Unió átlagos élelmiszer árát. Hát értelemszerűen ebben a tekintetben pedig a fogyasztóknak vissza kell venniük, vissza kell fogniuk a vásárlásaikat, spórolniuk kell. A DK javaslatcsomagot dolgozott ki a gigainfláció ellen. A párt több lépésben segíteni a pénzromlás elleni harcot. Ennek többek között része a nyugdíjak negyedévenkénti hozzáigazítása az inflációhoz és a nyugdíjasok korábbi veszteségeinek pótlása, a családtámogatások növelése és része egy olyan bérpolitika, amelyik a közszférában közvetlen állami intézkedéssel növeli a béreket. A DK szerint az állami forrásokat is úgy kellene beruházni, hogy azok jól fizető munkahelyeket hozzanak létre.